tűzoltólegek, rengeteg vonulás volt Somogyban. Kéményseprők a polgármesteren keresztül kívántak boldog új évet. Magabiztos siker, győzelemmel debütált a kaposvári kosarasok új edzője. Jó estét kívánok, Önök a Somogy Televízió híradóját látják. 2023-ban is rengeteg vonulást tudhat maga mögött a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A leghosszabb tűzoltás 10 órán át tartott, amíg egyetlen hétvége alatt 432 vonulást hajtottak végre a szakemberek viharkárok miatt. Emellett a tűzoltók több alkalommal mentettek állatokat is Somogyban. Ezek a felvételek még június elején készültek Somogyszob mellett. Egy sertéstelep egyik épülete gyulladt ki és égett le teljesen. Tűz ütött ki egy több ezer négyzetméteres sertéstelepen Somogyszob külterületén, mintegy 400 sertés a tűzben elpusztult, de 20 ezeret sikerült a tűzoltóinknak megmenteni. 9 településről riasztott tűzoltó kiérkezésekor az egyik 3000 négyzetméteres épület már teljes terjedelmében lángolt, a tetőszerkezet szinte teljesen beomlott. 46 tűzoltónak mintegy 6 órás megfeszített munkával sikerült a lángokat teljesen elfojtani. A legtöbb műszaki mentést februárban egy hétvége alatt hajtották végre a somogyi tűzoltók. A hatalmas vihar miatt összesen 432 esetben kellett cselekedniük vármegye szerte. Folyamatosan dolgoztak a tűzoltóink az utak szabaddátételén, illetve az autók kiszabadításán, amelyeket kidőlt fák temettek maguk alá. Számos esetben épületeket rongált meg az erős szél, műanyag, illetve üvegféltetőket rongált meg, a baleset veszélyes, illetve magasban lógó tetődarabokat is a tűzoltóinknak kellett eltávolítani. A legnagyobb leégett épület szintén Somogyszob határában található, ahol egy használaton kívüli 13.000 négyzetméteres sertések tartására szolgáló csarnok gyulladt ki még augusztusban. A legnagyobb robbanást Kaposvár-Zselickertvárosban regisztrálták, ahol gázpalack robbant fel. 10 órás megfeszített munkával sikerült eloltaniuk a lángokat a kaposvári Nádasdy utcában a tűzoltóknak, ahol az összeuhadott szemét kapott lángra. Nagy mennyiségű hulladék, műanyag szemét, autógumi, illetve zajnövényzet kapott lángra Kaposváron a Nádasdy utcai családi házak mögötti bokros területen. Kaposvári és a Dombovári hivatásos, valamint a Kötél Egyesület önkéntes tűzoltói a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával több órán keresztül megfeszített munkával dolgoztak a lángok megfékezésén, mint egy hektáron 100 köbméternyi hulladék lángolt. A számos mentés és elhárítás mellett a tűzoltóknak arra is jutott idejük, hogy az állatok védelmére felhívják a gyerekek figyelmét. Mintegy 220 kaposvári iskolás ígérte meg, hogy jó gazdi lesz az Állatok Világnapján a Somogyi megyeszékhelyen. 4% körüli lehet az idei gazdasági növekedés, miután a recesszióból való kilábalás tavaly megkezdődött, mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Az új évet illetően optimista a tárcavezető, aki hangsúlyozta, hogy leszorították az inflációt egy számjegyűre. Múlt év októberére éves alapon 7,9, decemberre pedig 6% körüli szintre csökkent a mutató. A kormány célja, hogy a beruházási rátát a GDP-hez mérten 25% fölötti szinten tartsa. A vármegye és ország bérletek sikere túlszárnyalta az előzetes várakozásokat. A 2023. május 1-én bevezetett új bérletfajtából 8 hónap alatt már több mint 4 milliót vásároltak a MÁV Start, a GSF, a MÁV Hév és a Volán busz járatain utazók, közölte a MÁV szerdán az MTI-vel. A közleményben kiemelték, az újfajta díjtermék mára teljesen átvette a korábban megszokott bérletek helyét. Ez utóbbiak a teljes bérletvásárlásnak mindössze 10%-át teszik ki. 10 bérletből 9 már ország vagy vármegye bérlet. Az új bérletek egyik legnagyobb előnye a korlátlansága, azaz vármegyén belül vonatról bármikor át lehet szállni helyközi buszra, vagy akár hévjáratokra, vasútvillamosra, így az utazástól függően használható ki az átszállási lehetőségek, hívták fel a figyelmet.
Immár hagyományosan a Városházán kezdték az év első munkanapját a kaposvári kéményseprők, akik ilyenkor a polgármesteren keresztül kívánnak boldog új évet a település lakosságának. Mint azt Szita Károly polgármester elmondta, a kéményseprők szerencsét hoztak 2023-ban. Engedje meg nekem, hogy ebből legyen most is így. Legyen most is, és hozzon meg a jó szerencsét. Ez így van. Ahogy 1994 óta minden új év első munkanapján, idén is a kaposvári kéményseprők első útja a Városházára vezetett. Szita Károly polgármester ezúttal is kihúzott 3 lószőrszálat a kéményseprők keféjéből, meghozva ezzel idén is a szerencsét Kaposvárnak. Bármilyen nehéz pillanatokon vagyunk túl, és bármennyi gondunk volt a mögöttünk hagyott években is, azért szerencsét hoztak, hisz megmaradt a közösségünk, együtt vagyunk, és ez a legfontosabb. Na, én ezt várom 2024-től is, és talán azt, hogy egy háborúmentes békétlenséget nem hozó, hanem a békét eredményező évre szelőttünk. A nehézségek ellenére a kitűzött célokat megvalósította tavaly Kaposvár, mondta Szita Károly. Azért kijelenthetjük, hogy a háborúsat teli évek és gondok ellenére is eredményes esztendőt zártunk, haladtunk előre, bármilyen nehéz körülmények voltak mögöttünk, és amellett döntöttünk, hogy már pedig meg kell csinálnunk azt, amivel 5 évvel ezelőtt a kaposváriakról és a kaposváriakkal megegyeztünk, dolgozhasson mindenki, gyarapodjon ez a város lélekszámban is, legyünk egészségesebbek, és a megújuló energiákat használjuk, hogy az energiaválságot enyhíteni tudjuk. A kéményseprőkhöz nem csak új évkor, hanem az esztendő minden napján a szerencsét kötik. Szívesen fogadnak minket, gombot ugye szoktak ilyenkor megfogdosni, akár sajátjukat, akár a miénkét. Tehát ez a babona, ez még él, és a szerencsehozó szokás. Azonban ne csak szerencsehozóként tekintsenek munkájukra, mondták a kéményseprők. Ugyanaz a munkánk, mint korábban, ellenőrzés, kéménytisztítás. Tehát ez annyi, hogy ugye a zárt égésterű kazánok megjelenésével kicsit kibővült, modernebb műszerekkel dolgozunk, kamerákkal. Farkas József kéményseprőmester elmondta, Kaposváron több mint 60 ezer kémény található, társasházak és családi házak tetején egyaránt. Somogyban egyébként 36 szakember dolgozik a kémények ellenőrzésén, tisztításán. Vasárnap egy kétszintes családi ház alsó szintjének szobájában keletkezett tűz Ádándon. Egy ágy és berendezési tárgyak égtek, a tűz azonban nem terjedt tovább a szobából. A siófoki hivatásos, valamint a helyi önkéntes tűzoltók a lángokat 4 vízsugárral fékezték meg, majd átszellőztették a füsttel telítődött ingatlant. Kelevízen egy szalmabála égett a hét utolsó napján, amely veszélyeztetett egy közeli villanyoszlopot is. Kaposkeresztúron és Somogytúron pedig az aljnövényzet lángolt. Valamennyi helyszínen a tűzoltók megakadályozták a lángok tovább terjedését, és eloltották a tüzet. Kölyök macska zuhant egy körülbelül 20 méteres kútba vasárnap reggel Szenyéren. Aggódó gazdája a tűzoltók segítségét kérte, mivel a macska önerejéből nem tudott kimászni. A böhönyei önkormányzati tűzoltóknak először meg kellett tisztítani a kút káváját a benőtt indáktól, majd mentőkötél segítségével sikerült felhozniuk a macskát a mélyből, végül sértetlenül visszaadták szerető gazdájának. Az elmúlt 2 napban újabb 2 centiméternyit emelkedett a Balaton vízszintje, elérve a 125 centiméteres átlagos vízállást, miközben december 27-e óta nyitva a Siózsilip. A vízügy.hu adatai szerint továbbra is óvatos vízeresztés zajlik a Balatonból. A tó téli üzemi vízszint maximuma 110 cm, amit már jócskán túlszárnyalt az aktuális vízállás, azonban a vízeresztéseknél tekintettel kell lenni egyebek közt a Duna vízállására, árhullámaira is. A Balaton magas vízállása, mivel jegesedéstől egyelőre nem kell tartani, akkor okozhat gondot, ha tartósabb, viharos erejű szél kerekedik, amire az előrejelzések szerint a napokban szintén nem kell számítani. Hétvégén viszont jön az újabb csapadék. A tó vízének hőmérséklete szerda reggel Siófoknál 3,9 Celsius fok volt.
A kerecsen sólyom lett az év madara 2024-ben, közölte szerdán a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, amely szerint a faj megőrzésében óriási a magyar természetvédelem felelőssége, mert a kerecsen sólyom kontinentális szinten is kiemelkedő természeti értékünk. Az Európai Unióban élő állomány több mint 60%-a Magyarországon fészkel, világszinten pedig a Kárpát-medencei a faj egyetlen bizonyítottan stabil, enyhén növekvő állománya, hangsúlyozzák az MT-hez eljuttatott közleményben. Magabiztos győzelemmel zárta az évet a Kométa Kaposvári KK férfi kosárlabda csapata az NB1 A csoportos küzdelmeiben a tabella negyedik helyén álló Körmenddel szemben. Az új vezetőedző Dalibor Damjanovics így győzelemmel debütált a Kaposvár arénában. Remek védekezéssel kezdte a meccset a Kaposvár, nem sok esélyt adva ellenfelüknek a kibontakozásra. A letámadásokkal sikerült megzavarni a vasi együttest, így már az első negyedben 13 pontos előnye is volt a hazaiaknak. A folytatás továbbra is fegyelmezett hazai játékot hozott, így gyorsan 23 pontra duzzadt a delfinek előnye. Bár a fordulást követően a vendégek némileg fel tudtak zárkozni, a mérkőzés végig a Kaposvár kezében volt, és egy pillanatig sem volt veszélyben a győzelem. Olyan agresszív védekezést kaptunk, amire nem voltunk felkészülve. Így nem lehet nekiállni egy mérkőzésnek, ahogy ezt mi tettük, ez teljesen elfogadhatatlan. Azt, amit csináltunk egész héten, amúgy gyakorlatilag semmit nem kaptunk vissza. Az a baj, hogy ez már nem először fordul elő a szezonban, és eddig mindig tudtunk változtatni. Remélem, hogy ez most is fog sikerülni. Azt ígéretem, hogy megyünk és dolgozunk, és mindenkit megpróbálunk a helyes irányba rakni, mert most ezen a meccsen úgy nézett ki, hogy van, aki egy kicsit el van tévedve, úgyhogy van, mint dolgozunk. A hazaiak új vezetőedzője örömmel gratulált csapatának, és köszönte meg a nézőknek a lelkes bíztatást. We prepare ourselves. Our game plan. Jól felkészült a csapat erre a meccsre. Tartottuk magunkat a terveinkhez, és végig támaszkodtak egymással a játékosok, ami nagyon fontos volt a mai meccsen. Gratulálok a csapatnak, ez az ő győzelmük. Gratulálok a stábnak is, mert mindegyikük remek munkát végzett az elmúlt 5 napban az edzéseken, amik jól sikerültek. Végezetül a legnagyobb ajándék ez a hatalmas győzelem, és személyesen az én első megnyert meccsem. A Kométa Kaposvári KK legközelebb január 6-án szombaton lép pályára az újonc Pécs otthonában 19 órakor. Tűzoltó legek, rengeteg vonulás volt Somogyban. Kéményseprők a polgármesteren keresztül kívántak boldog új évet. Magabiztos siker, győzelemmel debütált a kaposvári kosarasok új edzője. Ennyi fért mai hírösszeállításunkba, tartsanak velünk holnap is. További friss hírekért, információkért kattintsanak Facebook oldalunkra vagy YouTube csatornánkra. További szép estét, viszontlátásra!